képviselő úrnak volt több olyan meghívóban nem szereplő előterjesztése is, amit mint utóbb kiderült, a polgármester úgy értékelt, hogy jobb lesz a szünetet tartani, mint hogy egyben tárgyalják. Úgy látszik, hogy fajsúlyos volt, ő már kampánynak hangolta be, már mint Balogh László polgármester. Így van, tehát volt három, egyébként egy egy nagyon egyszerű előterjesztésről van szó, tehát három előterjesztés volt. Az egyik azt tulajdonképpen hasonlított a másikra, míg pedig az egyiknek a koncepciója az volt, hogy a pedagógusztrákokkal kapcsolatban történjen valódi egyeztetés, történjen szo szociális párbeszéd a, a döntéshozók, illetve a, a, a pedagógusokat képviselő szakszervezetek, illetve a között ezt szeretnénk tettő alá hozni, ezen az egyik. A másik kicsit ehhez kapcsolódóan, és amit a pedagógusok szakszervezete is hiányolt, hogy egy képviseleti demokráciában a képviselő nem a, választókat képviseli, hanem egészen mást. Tehát mi azt szeretnénk elérni, hogy a megválasztott képviselő, országgyűlési képviselő a városát képviselje a parlamentbe. Ehhez ö, ö, kezdeményeztem egy napi rendi pontot minden soros ö, közgyűlésen, ahol ö, a polgármester úr számot tud adni arról, hogy milyen egyeztetéseket ö, folytatott a térségországgyűlési képviselő város érdekébe, illetve én is meg tudjuk fogalmazni azokat a kérdéseket, nem csak mi, tehát a Fidesz frakció is, ö, hogy miben kéri a, a az országgyűlési képviselő segítségét, hogy miben képviselje a várost a parlamentben. Tehát én azt gondolom, hogy hogy egy nagyon ö, egyszerű, most mondhatom, hogy ö, ö, politikai szintérré vált ez miatt a, a közgyűlés, de hát gyakorlatilag ez a dolgunk, én azt gondolom. A másik, a, a, és itt most visszatérnék a, a pedagógus. Ö, ö, Sokra, tehát a pedagógus kapcsolatos, illetve a, a, az elnök úr által írt országgyűlési képviselőknek címzett két levél, ami, ami az előterjesztés meneklete is volt, hogy ők is ezt kifogásolták, hogy, hogy megkeresték a, a térség országgyűlési képviselőit, tehát az alamegyenek mind a három országgyűlési képviselőt, és még csak válaszra sem éltatták őket. Tehát ők is azt sérelmezik, hogy őket, mint választókat nem képviselik az országgyűlési képviselők, és nem csak őket, hanem azokat a pedagógusokat, akik mögöttük állnak. Tehát ez egy kvázi két előterjesztés volt. Mindegyiknek más lesz a következménye. Az egyiknek, Reményeim szerint egy valódi párbeszéd, másik, másikból pedig egy minden soros közgyűlésen egy napi rendi pont. A harmadik előterjesztés az, az gyakorlatilag egy technikai előterjesztés volt, az a nagykönzéstérsége a Nagy társuláshoz kapcsolódik. Az elmúlt közgyűlésben hoztunk egy olyan határozatot, hogy azt a bírságot, amit a Magyar Államkincstár az önkormányzatra kiszabott adatszolgáltatás elmulasztása miatt, a térség miatt, azt a bírságot a tagdíjból vonjuk le, de mivel ezt nem támogatta a társulási tanácsülésen a, a többség, és a megállapodási szerződést alá kellett írni, illetve június 15-ével a, a, a megállapodott összeget is el kellett utalni a társasági részére, Tehát ez egy végrehajthatatlan határozat lett. Ezen történt módosítás, és ö, ö, kikerült belőle az a rész is, hogy székhelyként szepetnek kerüljön megnevezése. Ez a, a, korábbi döntésünk miatt okafogyottá vált, tehát gyakorlatilag a kiválással ez is megoldódik. Tehát a Nagykanizsa megyőgóvás kiválik a, a kis térségi tehát a Nagykanizsa térségen kormányi akkor ennek egyenes következménye az, hogy, hogy a, a más településen lesz a székhelye, úgyhogy én azt gondoltam, hogy ezt most akkor ezt vegyük ki ebben a határozatban ennyi. Még visszatérve a Cseresnyi és Péter és Balogh közötti egyeztetéseket érintő előterjesztésére, ott a Fidesz frakció részéről több ellenérv hangzott el. Balog a polgármester úgy fogalmazott, úgy, hogy ez már a derós szint, illetve az is elhangzott, hogy tulajdonképpen egyszer már kitiltották Csodás és a hivatalból, akkor most miért kell duplán? Erről mi a véleménye? Hát kitiltani nem tudjuk, bármennyire is szerettük volna, ezt nem tudtuk véghez vinni, és mai napig a városházának a vendége minden pénteken, tehát úgy gondoljuk, hogy valamilyen célal megy a polgármester úrhoz, és ennek a célja ez valószínűleg valamiféle egyeztetés. A, a legnagyobb jó indulattal azt feltételez az ember, hogy a város érdekében történik bármiféle egyeztetés. nem nagyon értettem a polgármester úrnak azon kifogását, hogy ezek bizalmas beszélgetések. Tehát bizalmas beszélgetésekre valószínűleg nem vagyunk kíváncsiak, ez nem a közgyűlés való. Én menem remélni, hogy máshol is szó esik.